Ez a kívánságszolgálata, a heti TV kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek, egy tartalmas fél órát ígérhetek. Keressenek bennünket SMS-ben, vagy akár a legnagyobb közösségi portálon is. Ezeket az elérhetőségeket a képernyő alján olvashatják. Mára is hoztam egy napi gondolatot, Bodor Ádám erdélyi magyar író tollából származik, és így szól. Élete során ki korán, ki később szembesül a ténnyel, hogy nem kivételezett lény, ugyanolyan eséllyel számíthat azokra a próbatételekre, melyeknek kockázatát addig magabiztosan inkább mások sorsába képzelte. Elgondolkodtató sorok. Hamarosan vendégem is lesz itt a stúdióban. Ide várom Éliás Tibort, a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Országos Egyesületének elnökét. És természetesen ma is az önök kérései kapják a főszerepet. Ezek közül nézzük is az első üzenetet a hozzátartozó dalkéréssel. Bánáti Andrea Debrecenben a saját kedvére kérte a következő dalt lehetőség szerint a Daloló házi orvos előadásában. Nagy szeretettel küldjük. A következő percekben tehát Dr. Fehér Eszter énekel, a dal címe Lila akácok. Virágos tavaszék hertegő, szártam először szívembe én, később korületbe jár. Szép volt a szerelem, szép volt a nyár, vártam a ligetben, hogy jön-e már. Lila akácok nyíltak a fán, már csak hús emlék csupán. Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj. Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll. Minek a nyíló virág, aki kelet, mitér a rongyos virág, ha nem szeret. Lila akácok, minek a szív, ha minek a kis kerti pad, minek a nyár alkonyat, amikor egymást szeretni nem szabad. Nem írtam levelet magam után, vártam, hogy visszajön egyszer talán, hogy vissza.
Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, itt van velem Éliás Tibor, a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Országos Egyesületének elnöke, tenor, operaénekes, előadó művész, kiadó alapító, és szerintem ezt a sort még bőségesen lehetne folytatni. December 18-án beszélgettünk utoljára, most folytathatjuk. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntök, és mindenek előtt egy őszinte hogy vagy kérdés, hogy telnek a mindennapok? Jó, hála Istennek, jól és tele-tele munkával. Szóval nem lehet unatkozni. Az előbb felsoroltál egy csomó mindent. Igen, nem férne bele az életemben, nem dolgoznék éjjel-nappal. Azért ugye itt az egyesület, akinek az életét folyamatosan egyengeted, nagyon-nagyon sokat beleölsz, 24-ből 25 órát akár lehetne ezt mondani. Ott van az online jelenlét, és ugye volt még egy nagyszabású karácsonyi műsor is, és ebből azóta se engedtek. Mennyire jó így nektek az élet? Mennyire jó így ezeket a napokat eltölteni, hogy azért a közönséggel nem találkoztok, nem lehet találkozni, és hát ha valami éltet, akkor az a közönség szeretete. Tudod, a lelkünk, a szívünk, a porcikánk minden azt kívánja, hogy legyen az, ami régen volt. Nyilván, nyilván. És annál sokkal jobb, mert nekünk az Országos Egyesületnek, és hát természetesen a Magyar Nótának nem igazándiból áll a zászló. A magyar cigányzene és a magyar nóta úgy látom 2 év munka után, hogy majdnem azt mondom, hogy meddő harc, mert egyedül kevesek vagyunk. Nekünk kell, hogy valaki segítsen. És erre van valamilyen lehetőség, vagy valami fény az alagút végén, mondjuk igen, így mondanám? Igen, ha nem lenne, nem tenném, mert az én időm is fogy, és nem akarom olyanra áldozni, aminek értelme nincsen. Ennek van értelme, sőt, ennek van értelme, mert a magyar kultúra egyik alapja. A cigányzene és a magyar nóta. Hungarikumokról beszélünk, hát hungarikum, akár sok szempontból is. És én hiszem, hogy ebből ki fogunk tudni lábalni, csak az kell, hogy összefogjunk, barátaim, mert énekesek, zenészek, cigányzenészek, nem lehet magunkba zsörtölődni és magunkba folytani azt, ami bánt, hanem össze kell fogni egységben az erő, ahogy szoktuk így mondani, van. És most is nagyon sokat dolgozunk. Hát megjelent minden hónapban ez a gyönyörű szép újság, igen, ami igen. 40 oldal, és a magyar nótáról és a cigányzenéről, magyar cigányzenéről szól, hallatlanul érdekes és hiánypótló, de ezt se támogatja senki. Kottákat adunk ki, éppen itt van Diószegi Sándornak egy első kottája, ami megjelent, mikor nem Kanadából hazatált. Ezt a saját pénzemből adtam ki, és hogyha akkor azt nem teszem meg, utána nem sokkal meghalt Sándor. Igen. Lehet, hogy ma nincsenek Diószegi Sándor dalok. Én visszatérnék de ezt most az egyesületünk igen, adja újra. Igen, igen. Én visszatérnék az egységben az erő kifejezéshez, hogyha mondjuk valaki most látja, hallja ezt a beszélgetést, nótaénekes, bárhol éljen a Kárpát-medencében, és úgy gondolja, hogy csatlakozni szeretne hozzátok, akkor milyen kritériumoknak kell megfelelni? Mi az útja ennek, hogy valaki az egyesület részese lehet. Szeresse a magyar zenét. Nyilván ez adott, még akár énekeljen is. És ezt akartam mondani, nem baj, ha énekel, de az se baj, ha csak lelki támogató. Tehát a művészeteket mindig pártolni kell. A római és a görög korban is megvoltak a mecénások. Itt most nincsenek mecénások, pedig lehetnének. És az adó 1%-ára nagyon-nagyon nagy szüksége van, barátaink. Egyszerűen megélhetési gondjaink, rezsiköltségünk nincs, irodánk nincs. Kaptunk Szirmai Lászlóéktól egy fél irodát, vagy egy fél asztalt, de ez nem mód. Nagy terveink vannak, és meg is csináljuk. Az idén megrendezzük az első nemzetközi nóta olimpiát. A föld minden táján élő magyarokat szeretnénk meghívni arra, hogyha nagyon jó dalt írnak, vagy egyáltalán szeretik a magyar nótát, csatlakozzanak hozzánk, mert ilyen még nem volt, és reméljük, hogy lesz. Hiszen nem csak mi Magyarországon szeretjük a magyar nótát, sőt, minél messzebb megyünk. Én tényleg nagyon sok felé énekeltem. Igen. Dél-Afrikában, hát úgy éneklik a magyar nótát, hogy öröm hallgatni. Akkor tessék érte tenni, hogy ez meg is maradjon. Javaslom, nézzük meg a Véncigány című magyar nóta filmből azt a kis részletet, amit ide szántunk. Így picit alapozzuk meg, amiről eddig köszönöm is beszélgettünk, szépen. És innen folytatjuk, Éliás Tibor énekel.
Zöld erdő mélyén, kis patak szélén, párjával csendesen élt egy cigány. Vén öreg ember nótája nem kell, senkinek nem kell a nótája már. Szép tavasz járja, zöld a fága, kis galamb vígan turbékol a fán. Őszfeje kábul, a szíve kitágul, párjához így szól a rokkon cigán. Hol van a hegedűn párom? Tavasszal minden vidám. Városba elmegyek mámon, én az öreg cigán. Egyszer még hadd muzsikáljak, szívemből úgy igazán. Szeretném el muzsikálni, hogy él még a vén cigán. Öreg cigán, szegény. És a vérember eltitek csendben, hón alatt a kapott hegedű. Alig tud járni lábain állni, mégis szívében ott a derű. Városba érve, fáradtam térben, egy csillogó fényes terem ajtaján. Vére fellobban, a szíve megdobban, középre tipeg a rokkon cigán. Nagyságos uraim, kérem, nem tudom, ismernek-e még. Könyörgöm, de sokat húztam, valaha réges rém. Egyszer még hadd muzsikáljak, szívemből úgy igazán. Szeretném el muzsikálni, él még a vén cigán. Öreg cigán, szegény cigán. Csend lett egy percig, s így szól az egyik: jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, s ezt a vén rajkót látni szeretném, repülni tud-e? Ezt a filmet is megnézhetik teljes terjedelmében a legnagyobb videó megosztó portálon, és reméljük, hogy lesznek még hasonló alkotások a közeljövőben. Egy picit nézzünk előre, ott a Magyar Nóta ünnepe, a Dankó Pista életműdíj, egy nagyon-nagyon szép jubileumot ünnepelhet az Egyesület. Ezekről egy picit beszéljünk, hogy hát, ha mondjuk minden jól alakul, akkor mire számíthatunk? Büszkék vagyunk a jubileumra, hiszen 30 évesek vagyunk az idén. De nem vagyunk büszkék arra, hogy nem tudom, hogy hogy fogjuk ünnepelni. Én nagyon remélem, hogy júniusra már felszabadul az ország, és akkor igen. Tényleg egy nagyon-nagyon szép világra szóló gálát szeretnénk csinálni, aminek az előkészületei folyamatban vannak, de természetesen megint oda kell kiukadjak, hogy addig takarozhatunk, ameddig a takaron kér. Így van, így van. Tehát... ez az egyik nagy tervünk a nyárra, és a tavalyit is be kell pótolni, mert tavaly is el kellett halasztani. Háromszor halasztottuk, igen. Háromszor rendeztük. Jó, azért ott is voltak online megoldások, meg voltak különböző. Hát annyi, hogy bejelentettük, hogy kik opciók, az tavalyi évi díjazottak. Természetesen az idén szeretnénk átadni, és az újaknak is, hiszen megy a szekér tovább. A másik ilyen nagy tervünk, mondom, hogy
hogy meg kell csinálni azt a lehetőséget, hogy a világ minden tájáról értesítsük az embereket arról, hogy él a magyar nóta, a cigányzene. Borzalmas, hogy a legjobb művészeink kuli munkát végeznek, ami nem baj, mert ők is azt mondják, hogy inkább ez, mint semmi. De azért nem erre születtek, és az Isten nem azért adott nekik talentumot, hogy most más csináljanak. Reméljük, hogy helyreáll a világrendje mielőbb. Vigyázz magadra, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és van még egy nagy felvételed, a Hazám, ugye Bánk áriája. Itt esetleg ezt két mondalattal még felvezethetjük, hogy milyen kísérletet kaptál hozzá például. Igen. Tehát azért ez fémjelzi az elmúlt évtizedeket. Hát 28 éves koromban Gencsi Sárinak örök hála, hogy találkozhattam Simándi Józseffel, és mondhatom azt, hogy munkán kívül is jó barátságba kerültünk, és ő mondta azt, hogy ezt csinálni kell tovább, és akkor megkérdeztem tőle, hogy hát nem vagyok még öreg hozzá, azt mondja, maga fiam 70 éves korában fog a legjobban, hol tegezett, hol magázott. Igen. És akkor utána felvettük ezt a filmet, és sajnos ugye külföldre mentem, aztán jött a szívinfarktusom, leálltam, és most hát itt vagyok ugyanazzal a hanggal, mert igaza volt Simádinak, hogy szól az a voce, hál' Istennek, de sem a karantén, sem más nem teszi lehetővé, hogy ezt pótoljuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nagyon nézzük is meg ezt a felvételt. Eliás Tibor volt a vendégem az elmúlt percekben, most folytassuk a mai naphoz köthető évfordulókkal. 27 éves múltra tekint vissza, hogy ma van a méhek napja. 151 éve látott napvilágot Lehár Ferenc zeneszerző karmester, például a Víg özvegyet emelhetném ki a munkásságából, ugye az operett egyik legkitűnőbb képviselőjéről beszélhetünk, és 109 éve született Fényes Szabolcs, zeneszerző, Erkel Ferenc díjas, kiváló művész.
Korábbi adásainkat visszanézhetik YouTube csatornánkon, youtube.com/kívánságszolgálat. Biztatom önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Álljon itt két újabb üzenet, Ferenci Gabriella Szegeden szeretné meghallgatni a következő dalt, és szeretettel küldi klubtársainak is. Ugyanezt a dalt kérte Gál András Budapesten, fogadják sok szeretettel. Déli Bábos Hortobágyon énekel Bétót Magda, közreműködik Látó Imre zenekara. Egy szál harangvirág, Gedeon bácsi, ugye ismerősek ezek a sláger címek. 47 éve a mai napon, 30 éves korában hunyt el Szécsi Pál táncdalénekes. 68 éve látott napvilágot Klampár Tibor 28-szoros bajnok asztali teniszező. Most folytassuk egy újabb üzenettel. Fodor Béláné Komlón szilveszteri műsorunkban látta a következő felvételt, szeretné újra kérni, nagy szeretettel küldjük, és nézünk is küldi mindenkinek, aki szereti. Viva España, énekel Berentei Péter. Viva España! Készem, és én messze földre viszlek, a zene szárnyán, hogy könnyen repülünk. Spanyol tengerpartot ábrázol a díszlet, csillog a márvány, és csillog a szemünk. Ma elfelejtünk minden régi bajt, és megnézünk egy bika viadalt. Ma nem kell hangos nóta szó, csak kék ég és tenger. A kettő együtt csábító, a kék és a tenger, úgy száll egy hófehér hajó, két szív és két ember, ma minden táncra csábító, ma élni, élni jó. Itt a
nincs itt ennél szebb hely. Táncol a napfény és csúk a városzált. Itt a pálmafák köz egyre jobban tetszel, sokan a hullám a hajók oldalán. Ma elfelejtünk minden régi bajt, és megnézünk egy bika viadalt. La 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 la. E viva España. La 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 la. E viva España. Jó, jó. La 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 la. E viva España. Szuper! Most minden táncra csábítunk. Ma éli, élni, így van, igaz, akkor énekelj velem egy. La, 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 la. E viva España. La, 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 la. E viva España. La, 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 la. E viva España. Ma minden táncra csábítunk. A mai naphoz köthető két évfordulót még kiemelnék. 75 éve született Szebeni András fotóművész, fotóriporter, érdemes művész, és 67 éve látott napvilágot Bánfalvi Ágnes színésznő, rendező. Elérkeztünk a műsor utolsó üzenetéhez és dalkéréséhez. Utána nem sokára, egészen pontosan ennek keretében egy részletet láthatnak a Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesülete karácsonyi kívánság műsorából. Ötvös Csilla énekel majd nem sokára, zongorán Hegedűs Valér, Hegedűn pedig Fejér Gyula a közreműködő. És nézzük az üzenetet. Tasi Melinda Szentendrén szeretné meghallgatni a következő dalt, színesebbé tenni otthon töltött mindennapjait. Nagy szeretettel küldjük, már csak a dal címével vagyok adós. Húzd csak Prímás! Hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13:15-től nézhetik meg. Ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Elérkeztünk mai adásunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!